Kedves nézőink, kedves hallgatóink, Dőri István vagyok, az Edutus Egyetem docense, és mivel biológiával és fizikával is foglalkozom, közel áll hozzám az, hogy ezeket a járványtani görbéket szépen elmagyarázzam. Amire fontos odafigyelni, hogy milyen skálán és mit ábrázolunk. Ez a hosszú lila vonal, ez Olaszországnak a görbéjét fejezi ki, mégpedig egy exponenciálisan, logaritmikusan növekvő skálán, tehát hogy az 1 után 10, a 10 után 100, a 100 után 1000 következik, tehát ez egy nagyon meredeken növekvő skála, és az esetszámot millió főre vonatkoztatjuk. Ez azért fontos, mert a térségünkben vannak kisebb és nagyobb országok is, és millió főre nagyjából egyformán vizsgálható, hogy Olaszországhoz képest, és Olaszországnak az időbeli vonalához képest hogyan állunk. Ezek a görbék jól láthatóan össze vannak illesztve, mint egy csokor virág, körülbelül ezen a ponton, amikor mindenki áthaladt nagyjából azon a szinten, hogy 30 eset volt millió főre vonatkoztatva, és még nagyon meredeken ment fölfele a járvány, és nagyjából ezek a vonalak mutatják ezt a 20, aztán 10, aztán 15, aztán 5%-os meredekséget. Sajnos hozzá kell tenni, hogy Olaszország bár már jó 3 hete ebben a magasságban tartózkodik, de még nem kezdett el tetőzni. Tehát még mindig egy kicsit növekszik az esetszám. Mit mondhatunk a többi közép-kelet-európai országról? Ők Olaszország alatt vannak, részben azért, mert egy kicsit később kezdték el a járványt, később ért ide a járvány, részben azért, mert már Olaszország példájából tanulhattunk, és hamarabb elkezdhettük a megfelelő intézkedéseket. Hol van Magyarország? Ez a szürke vonal Magyarország, eléggé eldugva a többi között. Vannak néhányan, Szerbia, Szlovénia, Horvátország magasabban, és vannak néhányan, akik velünk egy bolyban küzdenek, így Lengyelország, Szlovákia, Görögország, Bulgária. Ezek szinte megkülönböztethetetlenek egymástól, majd egy picit nagyobb nagyításban mutatom, hogy valami kis különbség azért talán van. De mielőtt tovább mennénk, azért mutatnám ezt a görbét is, amit március 15-én, tehát jó másfél hónappal ezelőtt rajzoltam, hogy hogyan futott föl és le Kínában a járvány. Itt nem csak növekedés lehetséges, az esetszám növekedés, hanem gyógyulás is, ahogy fokozatosan kikerültek az emberek a rendszerből. Hogyan alakult a világon, kimentünk az ábráról, hogyan alakult Olaszországban, ugye ők lassan-lassan, de még mindig növekednek, és Magyarországnak a különböző lehetőségeit vázoltam föl. Hangsúlyozom, hogy ebben már olyan esetszámok vannak, amikből le van vonva a gyógyulás lehetősége is, tehát, hogy nem folyton növekszik az esetszám, hanem akár csökkenhet is. A zöld vonal mutatja, ha itt látszik, hogy ez valósult meg, tehát azt lehet mondani, hogy a nagy, a még nagyobb és a lehetetlenül nagy szenáriók közül az egyik legkisebb valósul meg, de még most sem tudjuk, hogyan fog folytatódni, így április végén, május elején, hogy jövünk-e lefele, tehát kigyógyulnak az emberek, vagy még egy kicsit akarunk fölfele menni, és elhúzzuk, hát ki tudja meddig, mondjuk egy júliusi időjárás változásig, vagy egy augusztusi vakcina fölfedezésig, de hát ezek olyan esetlegesek, erre nem lehet számítani, jobb lenne egyszerűen lejönni. Hogy erre van lehetőség, azt egy másik ábrán szeretném bemutatni. Ezen az ábrán ugyanazokat az adatokat ábrázoltam, mint az előzőn, csak levontam belőle a gyógyultak és az elhalálozottak számát. Ilyenkor már van lehetőség tetőzésre. Látjuk, hogy Olaszország talán már tetőzött. Spanyolország biztosan tetőzött, de egy igen magas szinten. Nézzük tovább a görbéket. Milyen biztató tendenciákat lehet látni? Hát először is van Hupej, ahol ez az egész kezdődött, ahol legyőzték, és lementek 100-ig, és 10-ig, és 1-ig, és 0-ig.
Tehát most exaktul nulla betegük van, és nulla gyógyulásuk van, mert már minden lezajlott. Ezt kellene nekünk is megcsinálni, nem pedig különböző elméletek alapján magas szinten, vagy közepesen magas szinten tartani a betegségeknek a számát. Ugye magas szinten van Franciaország, Anglia, Amerika. Amerika az jóval magasabban, mint Olaszország, és még növekszik. Tehát ezek nem jó példák, de nagyon is benne van a pakliban. Ide is eljuthattunk volna. Vegyük észre, hogy Olaszország az körülbelül 10-szeres magasságban tetőzött, mondjuk hozzánk képest. De van más jó hír is ezen az ábrán. Például Ausztria. Akik ugyan magasan tetőztek, 1000 eset per millió fő környékén, tehát 1000-es fertőzöttség környékén, de onnan gyorsan és radikálisan jönnek lefele. Hasonlóan a németekhez, akik szintén magasan voltak és jönnek lefele, de hogy egy még közelebbi jó példát mondjak, tessék megnézni Horvátország görbéjét, akik alacsonyabban tetőztek, és lefele jönnek, és leelőztek úgy minket, hogy már alattunk vannak a kórházi eset számokkal. Hasonlóan Dél-Korea is elvégezte ezt a tetőzést, aztán persze hosszan elnyújtotta a folyamatot, de alattunk van, és alattunk Tájföld és Tajvan, mind nagyon jó példa. Mit mondhatunk magunkról és a hozzánk hasonlónkról? Mi nagyjából a világ átlag környékén, a világ átlag alatt vagyunk. Vannak benne ilyen nagyon fertőzött országok, vannak benne kicsit fertőzött országok, hát itt van a világ átlag. És Lengyelország közelében vagyunk, a lengyel-magyar barátság jegyében, de talán nem Lengyelországot és a világot kellene követnünk, és főként nem Romániát vagy Szerbiát ezekbe a magasságokba, hanem nézzük meg, hogy tőlünk szinte elválaszthatatlanul Szlovákiának, Bulgáriának és Görögországnak a vonala lényegében tetőzik. A miénk még nem, a miénk még éppen nem tetőzik, lehet, hogy majd holnap. De Görögországnál is azért látszik, hogy vannak itt ilyen félreértések, hogy hova kell számolni a halottakat. Itt azért jöttek le, mert hát közben észrevettek 800 halottat, akik a koronavírustól haláloztak el. Nézzük egy kicsit részletesebben Magyarországnak a görbéjét. Hát itt tartunk most. Teljesen egyértelmű, hogy kisebb-nagyobb akadozásokkal, de még mindig növekszik az aktív esetek száma, amiből már ugye le van vonva a halálozás és a gyógyulás, tehát körülbelül 2000 aktív esetünk van, és az elmélet azt mondja, hogy körülbelül 2000-nél fog ezt tetőzni, és körülbelül ezen a görbén szimmetrikusan fog lefele jönni. Ami még várható, ez egy jó hír, vagy hát rossz, ezt el kell dönteni, hogy néhány napon belül lehet, hogy lesz egy esés az esetszámokban, mégpedig gyógyulások miatt, ugyanis volt egy növekedés az esetszámokban a Pesti úti idős otthon környékén, azóta eltelt 3 hét, sokan azért meg is haltak, de még vannak sokan, akik most várhatók, hogy ki fognak gyógyulni, és talán akkor tényleg átmegyünk a tetőzésen. Hát ennél egyszerűbben is lehetne tetőzni, hogy nem adjuk tovább a betegséget. Erre is van egy nagyon jó kis mintaszövegem. Ne menjünk olyan helyre, ahol másokkal érintkezünk. Ez nem egy igazi szobafogság, mert elmehetünk dolgozni, elmehetünk boltba, csak érintkezni ne akarjunk másokkal, tehát vegyünk föl kesztyűt, húzzunk maszkot az arcunkra, ne nyúljunk az arcunkhoz, és utána alaposan mossunk kezet, és mosakodjunk ki ebből a lehetőségből. De talán most még fontosabbá vált, hogy akik különösen veszélyeztetettek, akik sok emberrel találkoznak, akik idősebbekkel foglalkoznak, őrájuk különösen vigyázzunk, és őket próbáljuk meg emlékeztetni arra, hogy rajtuk a világ szeme, rajtuk múlik az ország sorsa, viselkedjünk úgy, mintha magunk is fertőzöttek lennénk, ne akarjuk továbbadni ezt a csúnya vírust, ami esetleg rajtunk tünetek nélkül lezajlik, és másoktól se kapjuk el. Ha ezt 3 napig bírjuk, akkor vagyunk a tetőzésen. Ha 9 napig bírjuk, akkor pedig meredeken jövünk lefele,
innentől kezdve már nem rajtunk múlik a dolog, hanem azon, hogy mondjuk az öregek otthonában vagy kórházakban milyen jó munkát végeznek a kontaktkutatással foglalkozó felderítők. Ha a esetszámok, aktív esetszámok logaritmusát nézzük, nagyon szépen kirajzolódik egy ilyen parabolikus tetőzés, és azt állítja a számítógép, hogy már túl is jutottunk a tetőzésen, és körülbelül 2030 környékén van ez a tetőzés. Ezek mind hihető adatok ebben a felbontásban. Most viszont, mielőtt tovább mennék, hadd olvassak fel egy részletet egy cikkből, amit tegnap írtam az Edutus Egyetemnek a kérésére. Most csak a bevezetőt fogom, nem az egész cikket felolvasni. Arról, hogy aki fenntarthatóan akar élni, zárójelben mi mást akarhatnánk, és ki ne akarna, annak nem okozott nagy meglepetést, sem fizikai megrázkódtatást. A földanya első leckéje a turizmusról, a repülésről, az urbanizációról és a globalizációról. Ez a földanya leckéje volt. Így minket sem ért sokkolóan ez a lecke, hiszen erre is készültünk, ezt is lehetett tudni. Persze van, aki nem tanul, és évismétlésre bukik, és jön egy újabb járvány, és akkor újból kikérdezik ezt a leckét, de kinek jó ez? És a természetnek még van néhány leckéje az energiákról, az infrastruktúrákról, az élelemről, az önellátásról, a klímáról, az elidegenésről és a városokról. Amikor a természet ezeket a leckéket fogja kikérdezni, azt is észre fogjuk venni, az nem járvány lesz, de azt is észre fogjuk venni, amit a természet az energiákról, vagy az infrastruktúrákról az orrunk alá dörgöl. Sőt, akkor lehet, hogy semmi más nem fogunk tudni észrevenni, azok olyan súlyos dolgok lesznek. Nem szeretném az egész cikket felolvasni, csak azt, hogy rögtön itt az első fél mondatban a világ nagy igazsága van összefoglalva, hogy fenntarthatóan akarunk élni, ugyan mi mást akarhatnánk, ugyan ki nem akarna fenntarthatóan élni. Nincs is nagyon más választásunk. Persze azt mondani lehet, hogy rövidebb, hosszabb ideig élhetünk fenntarthatatlanul. Nem, nem így van. Rövidebb ideig lehet fenntarthatatlanul élni, hosszabb ideig nem lehet fenntarthatatlanul élni. A dolog természetéből adódik, hogy hosszabb ideig csak fenntarthatóan élhetünk. És a természet most erre akar minket tanítani, egy kicsit közelebb visz a fenntarthatósághoz, pusztán azáltal, hogy a repülésről vagy a turizmusról elmondta a véleményét. A mai világunk egy kudarcos kísérlet arra, hogy a rövidebb, hosszabb, a fenntarthatatlan és a fenntartható határán próbálunk egyensúlyozni. De minek? Ha ugyanis a rövidebb fenntarthatatlanság után a tényleges és hosszú és örökös fenntarthatóságba át kell váltanunk, az nagyon nagy megrázkódtatás lesz. Nem egy ilyen fél európányi járvány, hanem minden együtt. Ezért rövidebb távon is, és hosszabb távon is, és minden távon csak kizárólag a fenntarthatóságba kell gondolkodnunk, erre kell készülnünk, ezt gyakorolni és ezt élni, és ebben most adott a természet egy kis lehetőséget, hogy elgondolkodjunk, hogy kialakítsunk új gyakorlatokat, és ne akarjunk ugyanoda visszatérni, ahol voltunk, mert az rossz helyen volt. Nézzünk még néhány görbét, ne csak magunkkal foglalkozzunk. Itt van például az amerikai államok esete. A leghosszabban kirajzolt görbe az Olaszország, és látjuk, hogy vannak bőven olyan államok, New York, és New Jersey, és Massachusetts, és Michigan, és Washington, akik bőven fölötte vannak. Nézzük meg, hogy ezek itt halálozás millió főre vonatkoztatva, és náluk annyi a halálozás, mint nálunk az esetszám. Vagy Olaszországban az esetszám. Tehát ezek nagyon magas értékek, és hogyha az esetszámokat nézzük, amiben Amerika most a világbajnok, akkor láthatjuk, hogy 10 000 eset per millió fő, ami azt jelenti, hogy 1-2%-os fertőzöttségről van szó. Ez átfertőzöttség szempontjából még édes kevés. Talán New York ki fogja vívni magának azt a jogot, hogy ők eljutnak a nyári immunitásig, de nem valószínű, mert előbb unják meg az emberek ezt a sok halálozást.
Viszont az emberek szempontjából, az idősek szempontjából, a kórházak szempontjából ez a 10.000-es magasság, ez abszolút elviselhetetlen és értelmetlen. Talán még egy ábrát hadd mutassak. Az aktív eset növekedési rátát, ha kiszámolgatjuk, hogy az aktív esetek száma még mindig egy kicsit nő, néhány nap kivételével. Azért voltak olyan napok, amikor egy napig csökkent, aztán itt is 25-én egy napig csökkent, és aztán 29-én is egy napig csökkent az aktív esetek száma. Tehát kicsivel többen gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek, de még mind a mai napig ebben a 0,5%-os, átlagos olyan 2%-os növekedési ráta szinten vagyunk. Ennek át kell menni negatívba. Ez azt jelenti, hogy valamikor május 3-án, itt van május 3-a, valamikor május 3-a után tényleg az várható, hogy a gyógyulások, a csökkenés fog dominálni a növekedéshez képest, és átmegyünk a negatív tartományba, hogy minden egyes napon többen jönnek ki a kórházból, mint ahányan bemennek oda. Egy nagyon mágszemnyi ábra, de sokan mondják, hogy hát nem állunk jól a halálozásokkal. Itt most a világ összes halálozását próbáltam felsorolni, aminek a legvégén Magyarországon is szerepel, és aztán folytatódik ez a lista. Tehát vegyük észre, hogy itt 64 ezres számok is vannak, az USA 28 ezer, Olaszország, Anglia, Spanyolország, Franciaország vonatkozásában. És olyan országokat, ha nézünk, akik nem sokkal nagyobbak nálunk, mert mondjuk Németország jó nagyobb, 6700 halálozással, de mondjuk Belgium, de mondjuk Hollandia, de mondjuk Hubei, ami körülbelül akkora, mint Magyarországot, 4500 a halálozások száma, de például Svédország, akiket úgy nagyon-nagyon mondogatják, hogy milyen jól vigyáznak a betegeikre, egy 10 milliós országról van szó, 2600 halálesettel, miközben nálunk 323, és Írország is fölöttünk van, és Portugália is fölöttünk van, és Románia, és Lengyelország, és Ausztria is fölöttünk van, nem sokkal, de a halálozásokat nem nagyon lehet letagadni. Tehát ott 589 ember sajnos ettől meghalt, ugyanúgy, mint Dániában, ugyanúgy, mint Algériában, vagy Egyiptomban. Tehát ezen a listán mi a 323-as számmal nem vagyunk nagyon-nagyon rossz helyen. Ugye mondtam, hogy ezt az egész történetet a fenntartható életről, meg a járvány nagy tanulságáról nem fogom végig elmagyarázni, elmesélni. De sokan azt mondják, hogy hát könnyű nektek, mert kertes házban vagytok. Igen, mi ide navigáltuk magunkat. Tehát mi szerettünk volna fenntarthatóan élni, és eleve azt mondtuk, hogy nekünk a turizmus, a repülés, az urbanizáció nem téma. A globalizációról egyenesen kritikus véleményt fejtettünk ki, és ennek megfelelően rendezkedtünk be. Persze azt is lehetne mondani, hogy hát ti állandóan karanténban éltek. Nem állandóan karanténban élünk, mi állandóan egy kertben élünk, mi állandóan egy paradicsom kertben élünk, tehát itt jó lenni, és nem vagyunk bezárva, vagy nem vagyunk jobban bezárva, mint bármikor máskor. Talán még a legvégét hadd olvassam föl ennek a cikknek, hogyha a természet majd nem csak ezt a járvány dolgot, hanem az energiát is, meg az urbanizációt, meg a klímát ki fogja kérdezni tőlünk, meg az élelemről és a közlekedésről faggat minket, az egy nagyon súlyos vizsga lesz. Most a járvány segítségével kaptunk néhány hét gondolkodási időt. Hát használjuk föl erre ezt a néhány hetet, hogy gondolkodjunk. Készüljünk fel a nagybetűs érettségire. Ez az érettségi, ez a föld érettségie. Ilyenkor kapjuk meg a bizonyítványt, hogy alkalmasak vagyunk-e a földre. Mivel
19 percnél vagyunk, én most nem vállalom be azt, hogy ezzel a kamerával körbe megyek, és bemutatom a mi házi paradicsom kertünket, és bemutatom a napelemes rendszerünket, talán majd a következő videóban, és a napelemes járművet, ami itt parkol a ház előtt, és bemutatom a vízgazdálkodási rendszerünket, és a fűtést, és a hőszigetelést, mert ezen múlik minden, hogy ez, amit itt megélünk, ez nem szobafogság, hanem paradicsomkert. Inkább csak azzal búcsúznék, és majd a legközelebb akkor körbejárom és bemutatom ezeket a dolgokat, hogy igyekezzünk, hogy ez a görbe minél előbb lefele görbüljön, és ne másszon lassan, lassan, de még laposan, de még mindig fölfele, hanem próbáljunk meg határozottan és a magyarságunkhoz méltóan egyre kevesebb esettel, egyre kevesebb halálesettel, egyre gyorsabb csökkenéssel közelíteni a járvány megoldás felé. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a saját egészségünkre, és arra, hogyha nem vagyunk betegek, nem érezzük magunkat betegnek, akkor se adjuk tovább senkinek se azt a kis köhögést, prüszkölést, ami éppen van, hanem próbáljuk meg a többi embert is egészségesnek megtartani, és hogyha ez a görbe lefele fog jönni, akkor megígérem, hogy a jövő héten már nem erről fogok papolni, hanem bemutatom, hogy milyen egy ilyen járványtudatos, földtudatos, fenntarthatóság tudatos, ökolábnyom tudatos életmód, ahol tulajdonképpen az, hogy járvány is van a világon, ez egy lecke volt, amit tényleg be kellett vágni, és felelni kellett belőle, de lesznek még újabb járványok, és lesznek még újabb leckék, és lesznek olyan leckék, amik nem a járvánnyal és a kézmosással kapcsolatosak, hanem azzal, hogy hogyan élünk, és hogyan vigyázunk a környezetünkre, és hogyan védjük meg a föld klímáját, és hogyan állítjuk meg a folytonos növekedést, a folytonos gazdasági, az exponenciális pénzügyi értelmetlen növekedést, ami persze a föld határait feszegeti és tönkreteszi. Mindenkinek további kellemes hétvégét kívánok!